óriási tisztelet a Fiorentinával szemben a múltja és a múltjával kapcsolatban. Tisztában vagyunk abban, hogy egy nagy klub ellen van szerencsénk pályára lépni holnap. Úgy is készülünk. Tisztában vagyunk abban, hogy a csapatomnak a 100%-ot, a maximumot kell nyújtania ahhoz, hogy jó eredményt tudjunk elérni az első mérkőzésen már. Tisztában vagyunk abban, hogy a Fiorentinának új edzője van és új játék stílusa, taktikája, amiben érzem a lehetőséget, hogy a csapat akár a bemutatott játék alapján, akár a Parma ellen, vagy kevés játékot, csak 6 mérkőzésen figyeltük meg az új rendszerváltozást. Tehát vannak olyan rések, amit szeretnénk taktikailag kihasználni, ha sikerül, de persze tiszta vagyunk abba, hogy egy Fiorentina egy európai top csapat, és ehhez alkalmas, vagy ehhez képed kezeljük ezt a tényezőt, de ismétlem, nekem a csapatomnak a maximumot kell nyújtani a jó eredményhez, ebbe is tiszta vagyunk. Azokat a réseket szeretnénk majd kihasználni, amit úgy éreztünk, hogy még a gyenge pontjai a Fiorentinának. Beszéltem válogatott csapattársammal, Balogh Botival, múlt héten játszottak ugye a Parma ellen, és mi ki is elemeztük ugye az ellenfelet. Vele is ezt megbeszéltem, hogy milyen volt ez a mérkőzés, mondott egy-két elemet, amiben esetleg oda kell figyelnünk az ellenfél ellen. És ő is azt mondta, hogy ugye ők döntetlent játszottak, és nagyon sok lehetőségük volt a első fél időben. Még egy átalakulóban van a csapat, úgyhogy mi nagyon jó formában vagyunk, úgy érzem, és remélem jó eredményt tudunk elérni idegenben is.